900 előadásod egy fantasztikus teljesítmény. Azt kell mondjam, hogy mindenkinek, tehát a Madács Színházban, ebben a 900-as számban mindenkinek része volt. A színpadon dolgozóknak, a színpad mögött dolgozóknak, a művészeknek, a gazdasági hivatalban, a szervezőknek, ez egy nagy-nagy-nagy közös erőfeszítés, és az, hogy ez így ragyog, így él, hogy ilyen dinamikus, olyan 900. előadás, mint a bemutató, én erre rendkívüli módon büszke vagyok. Tényleg azt látom, hogy olyan energia van még mindig benne, amit nekem annó mondott a tanár úr, és ez tök fontos. Igen, enélkül nem is lehet megcsinálni. Energiát meg a szenvedélyt, ezt az első pillanattól kezdve, de szerintem már az első összeénekléstől kezdve kérte, és ha csak próbálni is ebben egy kicsit, azt mondtuk, hogy ez egy délelőtti próba, akkor már jelezte, hogy most ez valamiért most nem működik, több kellene. Ez szerintem ugyanolyan felemelő, mint mondjuk a premiéren ott állni. Tényleg, ez egy olyan darab, ami... Felfoghatatlan ez a szám. Tehát, hogy az, hogy most nagyjából ilyen 300 előadást játszottunk így fejenként, vagy jó, kevesebbet tennél egy picivel, de hogy így az ember nagyon, nem számolja. Igen, nagyon durva, tehát ha megkérdezte, hogy igen. Milyen, és szokták kérdezni, gondolom tőletek is, hogy nem unod? Nem unom, nem, imádom, megunhatatlan. Minden este ugyanazt kell nyújtani, és meg kell hódítani a közönséget, és ennek nagyon nagy segítsége a darab, a zene, a történet. Estéről estére győznünk kell, és ez eddig több száz alkalommal sikerült, úgyhogy remélem, hogy továbbra is tudjuk majd ezt folytatni. És van még egy varázslata, hogy ugye többen vagyunk. Mi is hárman, Krisztinek is hárman, Raulok is. Soha nem mondjuk meg. Szinte nincs olyan, hogy két egymás követő előadást ugyanazokkal játszunk. Mindig mások az impulzusok, mások az élmények. És ugye blokkokban játszott, tehát nem zsinórban minden este, hanem... Van idő feltöltő. Így van. Tehát kimaradni egy fél év, egy év, úgyhogy van. És alig várjuk, hogy ismét jöjjön a Fantom. Nagyon jó állapotban van az előadás, és nagyon jó állapotban van a díszlet, ami Magyarországon ritkaság számban megy. Ez azért a Madách Színháznak a hozzáállását is dicséri. És nagyon pozitív érzés volt érezni a közönségnek a reakcióit. Nagyon sok olyan ember volt itt biztos, aki nem először látta, de mindenki, minden egyes kisgegnek annyira tud örülni, mint a életében először találkozott volna ebben az előadással. Csodálatos művészek voltak a színpadon, és remélem leszek még. A Weber a köszöntőjével azt mondta, hogy mi lenne, ha lenne 1000, hát legyen 1000.